Budapest a fürdők városa. Budapest egyike a legnagyobb és legizgalmasabb városoknak Közép- és Kelet-Európában. Egyike még azon kevés fővárosoknak is a világon, ahol termálforrások találhatóak. Budapest büszkén állítja, hogy a világ fővárosa, mivel a leggyógyítóbb gyógyforrás itt található, és hivatalosan is több, mint 80 éve viseli a fürdőváros címet. A termálforrások, amelyek a Duna mellett helyezkednek el, évezredek óta látják el a fürdőket meleg és langyos vízzel. A fürdő kultúrája és tradíciója végigkíséri a város történelmét, kezdve a keltáktól és rómaiaktól, a középkoron és az oszmán birodalmon át napjainkig. A budapesti fürdők első aranykora az első századra vezethető vissza. A római legionáriusok több mint 15 fürdőt használtak. Az eredeti alapokból és falakból néhány még ma is látható Óbudán. Még a királyok is, mint például Mátyás király látogatták a termálfürdőket, ezért fedett folyosókat építette ki a budai vár és a gyógyvízű Rázgyógyfürdő között. A fürdő a szerbek után lett elnevezve, akik a város ezen részén éltek a török megszállás után. A Rudas és a Királyfürdő a virágzó török fürdőkultúrára emlékeztet minket. A Királyfürdő épülete ritka történelmi értékekkel bír. A 19. század második felében fúrták ki az első artézi melegvízi kutat Budapesten. A hősök terén egy bronz plakett emlékeztet arra, hogy Zsigmond király furatta az első termálforrást 1878-ban mélyfúró technikával. A tér alatti első kút biztosítja a Széchenyi termál és gyógyfürdő gyógyító termálvizét. A pesti oldalon a Széchenyi gyógyfürdő volt az első termálfürdő. Ez a híres fürdő a legnagyobb fürdőkomplex Budapesten és Európában. A történelmi fürdők fellettek újítva, és 1913-ban újak épültek melléjük. A világhírű Gellért szálló és gyógyfürdő a magyar szecesszió építészetének egyik kiemelkedő műve. 1918-ban nyitott meg és termál és gyógyturisztikára összpontosít. Fürdők gyógyító, pihentető és sportolási lehetőségei még a külföldiek körében is nagyon népszerűek. A város hírneve és fürdőkultúrája, az orvosi és wellness turizmusa mind-mind ezeken a fürdőkön alapulnak. A felsoroltakon kívül híres még a Gellért, a Széchenyi, a Lukács, a Rudas, a Dagályfürdő, illetve még a vadonatúj, modern vízkomplexum, az AquaWorld és a Ramada szálloda. A komplexum Budapest északi részén található. Ez a kalandfürdő komplexum Közép-Európa egyik legnagyobb beltéri víziparkja. A városvezetés egyik fő célja a budapesti fürdők védelme és fejlesztése. A Dagályfürdő területén egy 6 emeletes úszópalota is épült, mely a 2017-es FINA vizes VB-nek adott.